be a hősválasztásba, ha már ők elkezdték. És a nagy kérdésem számodra, Ryder, az az, lesz-e ezen a meccsen végre Kajsza tiltás? Én úgy gondolom, hogy most már igazán kijárna egy Dendernek. 2-0 elég nagy hátrány, de ledolgozható még, viszont most már egyetlen egy hibázásos lehetőség sincs. És ott a Kajsza. És egyből megérkezett a Kajsza tiltás, amit vártál. Ugye bennmaradt Trandl, bennmaradhat Kamil, bennmaradhat ADM-nek az Aurelion szóra kérdés az, hogy melyiket adják a Kajsza helyett. Kirepül Sion, érkezik a Trandl tiltás is, tehát két olyan karakter, amivel ma már játszott. A Vox Populi és a Caitlyn. A kötelező tiltás, őt valószínűleg ma nem nagyon fogjuk látni, legalábbis itt a döntőn. És mi lehet az utolsó? Marad továbbra is a Kamil, Karthus ezek szerint nem ér bant. Viszont Aurelion szól, bennmarad. Ezt ADM-hoz... 13 perces meccs, incoming. Annak több tényezője volt, annak a 13 perces meccsnek. Igen, volt egy Zaya. Kajsza. Nem, volt egy Zaya, ami kikapott lénen. Ja igen, a Kajsza ellen. De mégse Aurelion szorra teszi rá a kezét a Vox Populi. Ha nem elhozza a Jaxet, ami eléggé flex pick, de inkább a jungle-be szokták mostanában játszani. Amire Carrie Fishertől egy on választás jön. Ő ez a harmadik karakter, amit megpróbál a felső ösvényen. Ugye első alkalommal egy Shen, második alkalommal egy Maokai-t, harmadik alkalomra egy Ornt pikkel be magának. A Skarner még elérhető, tehát hogyha Töki Maki el akarja hozni, azt is megteheti. Vagy egy Sejuani, aki nemrég a 8.7-ben egy kicsi nerföt kapott, főleg az elje, azaz csak az elje. Igen, sokkal rövidebb ideig tart majd az a bizonyos fagyasztás, ugye korábban 5-ös szinten ez 2 teljes másodperc volt, most azonban ezt 1,4-re vitték le a legújabb patchben, tehát gyengült valamennyire Sejuani, és nyilván a parázsbehemót gyengítés ugye a varmoggal együtt őt is érintette. Kipróbáltam egyébként külön emiatt, 14-es szinten éri el azt a 3000 HP-t ugye parázsbehemóttal és a varmoggal, de addigra valószínűleg több tárgya lesz, tehát továbbra sem éri meg másodikként varmogot venni, hiszen nem kapod meg azt a plusz regenerációt. Dendőr pedig ezúttal inkább ezrilezni fog, tehát most ők választják ezt a safe lane-t, biztonságos játék, nem úgy, mint a felső ösvényen, hiszen Vazier Fiora mellett tette le a voksát, Kamil mellett az egyik legerősebb split push karakter. Tudod, kit hiányolok? Na. A Varuszt. Hát, igen, a Varusszal az a baj, hogy most ő is gyengült. Ugye a Ginzo düpengét most drágábbá tették 300 arannyal, ő pedig azért elég erőteljesen épít rá. Még most egyébként 2 építési módja is van, hiszen több nagy streamernél is láttam azt, hogy ezt az AP Varuszt hozzák, vagy AP-szerű Varusszal lehet ezt így mondani, tehát Ginzo's Rageblade és ugye Nashor's Tooth, vagy Nashor foga, és így eléggé elmozdul az ő sebzés faktora a mágikus irányba. Na de Aurelion szól végül mégse fogja tiszteletét tenni ezen a mérkőzésen, ahogyan a Lulu sem. Az előző mérkőzésen egyébként eléggé sok borsot tört. Azért a Vox Populi orra alá többek közt ő mentette meg nem egyszer DLX-et. Lesz a Brownfieldzás, ugye még az, ami szokott lenni, hiszen Kugluf nem választott. És ahányszor volt eddig Brownfieldzás, mindig bejött a Thresh. De most akár elhozhatja magának Thresh Sanya. Uh-huh. Igen, és érdekes módon a Tristana mellé végül nem akarták elhozni a Braumot. A Braum tiltás viszont már csak az Orn miatt is nagyon jó. Ezen a végső képességét folyamatosan meg tudja állítani. Ugye a Kovács Isten dühét. Zuhi pedig egy igazi, sajátos karaktert hoz, LeBlancot. Érkezik tehát LeBlanc középre, és vele szemben ADM egy Anivia-t mutogat. De ez még könnyen megváltozhat. Ugye még kell egy support és kell egy midlaner, hogyha nem mid Fiorát fogunk látni Kleptomancival, valószínűleg nem. Megvillantják a Yasuo-t, de kétlem, hogy ADM ezt hozná majd a LeBlanc-kal szemben. Inkább Karthus. Marad a Karthus. Én még gondolom, hogy egy jó választás lehet, hiszen hogyha a LeBlanc fel is robbantja őt egy csapatharcban, még akkor is 7 teljes másodpercig hasznos tud lenni csapatának. Tahm Kench érkezik, akkor gyakorlatilag ezzel a Vox Populi azt mondja, hogy ő az alsó ösméről inkább lemond, és megpróbálja Egarra kihozni a Tristanával szemben. Az elsődleges cél, vagy célkitűzés itt leginkább az lesz, hogy Dendert valahogy biztonságba tartsák, és folyamatosan tudjon farmolni ezen a meccsen. Nagyjából 20-25, rosszabb esetben 30 percig, addigra viszont már ugye meg lesz a
cipője, meg lesz a háromság hatalma, és meg lesz a Muramana, talán még a BOTRK is, azzal pedig már azért eléggé könnyedén lehet lebontani az ellenfeleket, és végül Karma mellett teszi le a voksát Sanya, szóval mozgási sebesség az lesz bőven. 30 másodperc múlva kiderül, hogy a Vox Populi 3-0-val lezárja-e a harmadik mérkőzését, és ezzel ők lesznek a mondokon bajnokai, vagy a Manuel Perma visszajön, és megnyeri az első szériájukat, meccsüket itt az egész BO5-ben. Mit látsz most jelenleg a csapatokon? Tehát, hogyha végignézel a csapatfelállásokon, ugye Tom Kench az valamennyire tankos, de a többi azért elég squishy. Én úgy gondolom, hogy a Vox Populi most egy sokkal inkább ilyen solo Q-szagú csapat összeállítást hozott, tehát igazából mindenki a saját képességeivel próbál majd carryzni. Nyilván azért csapatharcban se lesznek rosszak. Ez alól talán ugye pont az alsó ösvény a kivétel, akik inkább a passzív farmra fognak rámenni, míg a másik oldalon azért egy eléggé jó kombót raktak össze. Úgy gondolom azért Sejuani, illetve Ornn bőven tudnak CC-t pakolni csapatharcokon belül, és hát megint csak ugye DRX-en lesz majd a világ szeme, hogy mennyire tud kerizni a létgémben, mert azért a LeBlanc az erős, ez tény és való, de a midgame-től kifele, tehát így a létgém fele már annyira nem domináns, én úgy gondolom, tehát addigra a sebzése már valamennyire visszaesik, tehát inkább Cuhinak lesz a feladata az, hogy az early game-et megindítsa, hogy ne hátrányból kezdjék azt meg, mint ugye az előző meccsen, ahol két vesztes lényük is volt. Még ugye a late game-ben megint csak DRX-nek kell majd átvenni a stafétát, viszont folyamatosan számolniuk kell majd azzal is, hogy azért Vaziernél ott lesz majd egy Fiora. És közben kapom az információt, hogy találtak egy pénztárcát itt a rendezvény területén. Marcel Mária Anna, ha esetleg itt vagy és hallod a hangomat, tehát még egyszer Marcel Mária Anna, ha hiányolod a pénztárcádat, akkor itt a kommentátori pultban ezt tőlünk át tudod venni. Remélem van benne fényképes igazolvány is, és akkor be tudjuk azonosítani az illetőt. Tehát még egyszer Marcel Mária Anna, ha hallod a hangomat, itt tőlünk át tudod venni a pénztárcádat, vagy Robitól, akár a meccs közben úgyis egy kicsit szabadabb, mint mi. Úgyhogy erre vigyázzunk, reméljük, hogy visszatalál a gazdájához. Reméljük, az elhagyatott értékek megtalálják gazdájukat, hiszen fontos, hogy minden meglegyen. Egy perc, és beleugrunk a harmadik játékba. Beszéltünk arról, hogy a early game-ben Cuhinak, inkább mid game-ben meg át kéne venni megint Tristánnak a stafétabotot, de eddig nem láttam az elmúlt két mérkőzés alatt, hogy early game-ben bármennyire is próbálkozott volna a Manuel Perma, tehát vagy ültek mind a ketten a fenekükön és vártak, vagy a Vox kezdeményezett állandóan. Vox gondolt egyet és letolt három tornyot. Ez mind a két mérkőzésen szerepet játszott. 20. percben menjünk be és toljunk le három tornyot. Most mivel tudnánk ezt a fajta rohamot kivédekezni? Hát egyrészt ugye azzal mondom, hogy Ezreal van a másik oldalon, tehát azért ez megkönnyíti a dolgát a Manuel Permának, tehát az alsó ösvényen annyira sok agresszióra talán nem számíthatnak. Persze Fullsky azért még ebbe bele tud szólni azzal a Jax-el, de ne felejtsük el, hogy DRX ezúttal Tristanázik. Tristanával pedig azért egy Jax-el szemben eléggé könnyen lehet menekülni, hogy ott van az ugrása, ráadásul a végső képességével is vissza tudja őt tolni. Viszont ugye megint csak ott van az a bizonyos Karthus ADM kezei között, aki bármelyik pillanatban hát bele tud szólni egy-egy harcba, kicsit olyan, mint a Shen, csak ő nem védelmet, hanem plusz sebzést biztosít a csapata számára. Cuhinak pedig nagyon agresszívan kell ugye majd játszani, hogy visszafogja ezt a Karthus. Ugye, hogy neki is elég jó wave clear-je van, de ez még továbbra sem a régi LeBlanc, hiába ígérgeti ezt a Riot most már három patch-e, vagy talán négy is. A végleges megegyezés úgymond nem történt meg ebből a szempontból, még nem tudtak kiegyezni abban, hogy akkor milyen formában is hozzák ezt majd vissza. Az viszont biztos, hogyha ADM sok időt fog tölteni a kezdőjén, leginkább halottan, akkor talán Cuhi is könnyebben tud rómolni a különféle szélső ösvényekre, hiszen LeBlancnak pontosan ez lenne a célja, hogy kisegítse a szélső ösvényeket, és Boton talán erre most egész jó esélye lehet, hiszen ugye mozgékonysága van bőven
És hogyha Kuglov kapja meg azt a megfelelő fókuszt, ugye a saját magát nyilván nem tudja bekapni, és nem tudja kimenekíteni magát onnan, tehát valószínűleg ő lesz inkább az elsődleges célpont. Ugyanakkor arra is figyelnie kell azért a Manuel Permának, ugye, hogy a másik oldalon ott van egy Fiora. Fiora 30, rosszabb esetben 35 perc után igencsak nehézkesen megállítható. Ilyen szempontból azért jó az az Orn választás, ugye van egy pajzsa, ráadásul 100%-os sebzése is, de őszintén szóval nem tudom, hogy egy Orn 1v1-ben 30 perc után mit fog kezdeni majd vele. Az biztosan, hogy a midgame-től nagyon kellemetlen lesz a Fiora, az early game-ben még leg lehet fogni. Ugye, amikor bejött Orn a játékba, akkor vettél egy tornát neki, Ornak, és azzal tökéletesen el tudtál játszani Fiora ellen, megpróbáltál úgy helyezkedni, hogy ne tudja leütni a vitálokat, főleg amikor beultizott, és az a szép tornmail sebzés, amit visszaadott, az teljes mértékben denyolta azt, hogy a vitálokból, az ultiából mindenhonnan híleljen. Azóta Orn nerfelve lett, a tornmail nerfelve lett, szóval ez a matchup most már nem olyan könnyű, mint ahogy az annó volt esetlegesen full tankra épített. Igen, illetve azért a riposztra is figyelnie kell majd Carry Fishernek, mert azért ugye kirakja a Q-ját, viszont az E-animáció, ugye, amivel előre rohamoz, az nem a leggyorsabb a játékban. Tehát egy jobb Fiora játékos, mint amilyen gondolom Vazier is, azért bőven le tudja ezt reagálni egy W-vel. És akár még az Orn jöhet ki ebből rosszabbul, tehát csinyán kell bánni majd azokkal a felütésekkel. Egyelőre viszont úgy tűnik, hogy Vazier egyáltalán nem kell őt félteni ezen a felső ösvényen. Farmban nagyon jól áll, ráadásul ott van a kleptománia. Így folyamatosan aranyat tud szerezni magának pluszban. Többi ösvényen pedig nagyjából forma-forma eddig a csere. Az alsó ösvényen közben Ander próbál Mystic Shot-okkal operálni. Kuglov odanyal, Ander odalő. Eléggé pókulós a lén mind a két oldalról. Húzgálja a harmadik kempjénél, ezzel szemben Tökimaki is szintén a harmadikat csinálja. Helyesebben már a negyediket, hiszen láthatjuk, hogy nem, jól mondtam. Tehát Tökimaki a harmadikat, Funszkálja a negyediket. Így van, Funszkálja egyébként már ugye a sutyarákot viszi a folyóban, míg ezzel szemben Tökimaki egy gyorsabb hazatérés mellett teszi a boksát, nem véletlenül, hiszen alig van HP a Carry Fisher bajban. A torony azonban megállítja ezúttal Vaziert, nem tud tovább menni. Funszkálja viszont szeretne talán felnézni. Igazából ez az Orn már itt bőven ölhető. Flash-e az van, de ketten talán meg tudják ölni, és érkezik is Jax a felső ösvényre. Igen, érkezik oda Funzi. Carry Fisher most rakja ki a wardot. Carry Fisher itt menekülnöd kell. Érkezik oda Tökimaki. Vazier megkezdi majd a dive-ot. Próbálja a vitált védeni. Érkezik Carry Fishertől a dupla V, de ez se elég. Funszkáj könnyedén elhozza az első gyilkosságot. Nagyon tiszta dive-ot láthatunk. És ugye mindez minek volt köszönhető? Tökimakinak hamar haza kellett térnie, mert hát eléggé alacsony életelőre került a dzsungelben, és valószínűleg Funszkáj ezzel számolt is, hogy neki azért eleinte nehezebb dolga van, így mondhatni egy ingyenes genket tudott végrehajtani, ahol nem annyira kellett tartani Tökimaki jelenlététől, és ennek köszönhetően az első gyilkosságot meg is szerezte magának az a bizonyos Jax, hamarosan haza is fog térni, még ezért a Grompot befejezi, Vazier pedig teleporttal és egy Vampiric Scepterrel fog visszatérni, tehát némi életlopása lesz, valószínűleg nem tudott elég aranyat összeszedni ahhoz, hogy a Tiamattal kezdhessen ugye az 1200 arany. Hogyha gyilkosság hozzákerül, akkor az sokkal rosszabb lett volna Carry Fishernek, mert azért egy Tiamatos Fiorával szemben ennyire korán nagyon nehéz tartani az ösvényt. Sanya és DRX egyelőre nem úgy tűnik, mintha olyan boldogan lennének az alsó részen, mert ráadásul Zuhi is farm hátrányban van, Carry Fisher megkapja a riposztól, aztán Carry Fisher próbál menekülni toppon, és végül sikerül kigyalogolni a Vazier mellől. Közben láthatjuk, hogy DRX már hoppan tovább. Megérkezik azonban a felső ösvényre, nem más, mint Tökimaki. Tökimaki szeretne menni Carry Fishernek, viszont se élete, se teleportja, se hazája, se semmije. Tökimaki akár bajban is lehet. Orn érkezik, flash az van, viszont a riposzt ezúttal nagyon szép volt Vaziertől. Tökimaki inkább továbbáll. Középen is próbálkozott, ki kellett menjen a flash-e Cuhinak. Funszkálj elől, aztán hogy ne kapja be.
Nagyon szép egyébként a pókolás az alsó, és még annak ellenére, hogy általában ezt egy passzív ösvényként írják le, Dendőr és Kuglof nagyon szépen visszafogják DRX-eket. DRX-ek pedig alig van már életereje, szerencsére azonban Dendőr még csak 4-es szintű, és manája sincsen ahhoz, hogy esetlegesen ultizzon. De ez azt jelenti, hogy DRX-nek haza kellett érnie, Cuhi. Na, érkezik a Flash, egyből mennek rá, és könnyed gyilkosság Fuzira. Érkezik ki az Ignite, de ADM biztosítja magának a játék második gyilkosságát, miközben Mazier penge élen táncolva könnyedén játszik. Hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy megint a Vox az, aki inkább irányítja az agressziót a pályán, ugye folyamatosan püfölik ezeket a tornyokat. Felső és mondjuk még annyira nem jutott sokáig Vazier, viszont a középső akár még le is dőlhet. Minion az van bőven, Orn szeretne érkezni, segíteni, de teleportja nincs, így mag sétálni tud, és az első tornyot a Vox szerzi meg ADM, illetve Funsky együttműködésével. És stackelődnek a tírek. Két tír már ott van a Vox oldaláról, és ez az előny, ez nekik nagyon kedvező. Tehát ADM most már szabadon mehet, ultia bennmaradt, el se kell használja, el se kellett használja. Most bármikor rajta üthetnek az alsó ösvényen. Toppon nyert a szituáció, Vazier nagyon könnyedén egyezik, boton, ha nyernek, vége kb. Onnan már csak papírformán, amit leírtak, azt kell követniük, és megvan a harmadik győzelem. Kérdés az, hogy esetlegesen milyen jöhetne vissza még a manuál perma? Hát itt leginkább az alsó ösvényen kellene kihasználni azt a tényt, hogy ugye Ezreal jelenleg egy könycseppen, illetve még két Zafir kristályon csücsül, még ugye ezzel szemben Tristannak egy Kayn kardja van, tehát a sebzés előny az úgymond náluk van, ez viszont mindenképpen kellene Tökimaki jelenléte is, aki eddig nem nagyon tette tiszteletét itt az alsó ösvényen, és azzal, hogy passzívan játszanak, azzal, hogy nem tudnak megindulni Dendőrékkel szemben. Közben elszállt a hangom egy pillanatra. Érkezik a legetés közben, ADM-et próbálják megszorongatni, Tökimaki ott van, közben Zuit letarálja a pályáról ADM, és flash-el utána, Tökimaki flash-el tovább, és még egy kút betalál, akkor itt lehet ultizni, érkezik az ulti, és meg fog halni Tökimaki is, ráadásul botlane egy újabb gyilkosság a Voxnak, Vazier popolja az ultiát, Carry Fisher próbálja levágni, de boton is, miden is, pörögnek a gyilkosságok, 3 az egyért csere, ADM egyszerűen a Karthus. ADM 1v2-be hozza le a gyilkosságokat. Oké, hogy az életét ő is ott hagyja, de két gyilkosságért cserébe ez bőven megérte. Én úgy gondolom, ráadásul még az alsó ösvényen is besegített egy picit azzal az ultival. Carry Fishernek pedig nagyon-nagyon ölelnie kell azt a tornyot, hiszen fent van az a bizonyos vital point, amit ki is használ Vazier, és wow! Gyönyörű a riposzt. Gyönyörű riposzt, egyáltalán fel se dobja őt. Carry Fisher egy újabb gyilkosság a Vox Populinál, és még mellé egy óceán sárkány is. Jelenleg nagyon erősen fogják a gyeplőt, és nem tervezik, hogy ezt kiengedik a kezükből. Nem, bizony, ráadásul az Ezreal egy Blue Ezreal lesz, ami igencsak idegesítő. Ugye látjuk már a ragyogást, vagy a sínt, amiből minden bizonnyal egy Iceborne Gauntlet, vagy jégkesztyű fog épülni. És onnantól kezdve még nehezebb dolga lesz mindenkinek megközelíteni őt, és azért annyira fájdalmas ez most igazából a manuál permának, mert ugye a Vox Populi egy szkélelő, egy skálázódó kompozíciót hozott, amiknek az a sajátossága, hogy általában az early-ben gyengék. De ennek ellenére mégis a Vox Populi nyeri az early game-et erőteljesen, és egy skálázódó teamcompnál ez hatalmas előny, hogy még ilyen kvázi gyengébb hősökkel is dominálni tudják a játék első szakaszát, később pedig még rosszabb lesz a helyzet. Szóval, hogy egyáltalán nem tud érvényesülni ezzel a LeBlanc-kal, nagyon-nagyon kiveti a játékképére az egész menetet, hiszen hogy nem látjuk egyáltalán azt, hogy a manuál perma bárhol bármit tudnak kezdeményezni. Ők csak keresik azt, hogy esetlegesen van-e még esélyünk. De nem látom azt, Tökimaki is, most megint megpróbál bejönni, egyből elkapják ADM-et, jön rá a Burst, ADM meg fog halni, és Tökimaki viszont ott hagyja az életét. Eközben Carry Fisher megkapja a végső képességet, Vazier pedig körbe táncolja, és levágja a pályáról, Vazier ezzel 2-0-1-es, ADM pedig 4-2-2-es. Igen, kicsit szerencsétlenül alakult ki egyébként ez Carry Fisher számára, hogy pont akkor ütött ugye rajta a középső ösvényen Tökimaki, amikor
mert így hát elhasználta ugye a végső képességét Karthus, és ez csak pont, hogy besegített Vaziernek a felső ösvénye akarva, akaratlanul. Tendőréket most először talán próbálja kicsit visszaszorítani Sanya és DRX párosa, és pontosan ez lenne a dolguk. A Cuhi, de jóságos ég! A single target Q. Az, elképesztő. Az már nem semmi. Fúzi, közben vadásza már Cuhit. Össze fog találkozni Tokimakival is. Lerombolják a második tornyot is. Ugye az elsőt ADM és Funsky neve mellé jegyezhettük, a másodikat Vazier szólóban hozza el. A következő sárkány nem lesz más, mint egy Infernal Drake, amire a legnagyobb esélye most a Voxnak van. A Manuel Perma egyelőre csak keresi a pályát, de nem találják, hogy mit és hogyan kéne megjátszani. Funzi összetalálkozik Tokimakival. Funsky. Karthusnak nincs még végső képessége. Nincs, viszont Kuglof érkezik oda. Folyamatosan pókolják DRX-et. Ki a torony alól, be a torony alá. Van még Trusot Baráns. Helyesebben nincs. Nem sokára elérhető van, lesz. Viszont nem sokára elérhető. És az Ocean Drake-kel pedig tudnak annyira visszahápézódni és manázódni a játékosok, hogy akár még a dive-ot is megkockáztathassák. De megnézett Kerry Fisher hol mászkál. A miden. Le van marad a farmban, azt se tudja, hogy merre van. És egyszerűen nem érzi, hogy hol kéne jelenleg rajta ütni az ellenfélen ahhoz, hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak. Vazierre nem bír. Ó, DRX éppen hogy csak túléli azt az Ezreal ultit. Hát nem sokon múlt. Na, hát, Karthus viszont látásra, az a heal az teljesen fölösleges volt. És Kerry Fisher is fél életen van. Vazier akkor dive-olja, amikor akarja. Érkezik az első vitál leütése. Kerry Fisher próbál körbeforogni. Lenyomja a dupla V-t. Ha lejön az a pajzs, akkor még ott vigyáznia kell, ugye figyelnie kell Vaziernek is, nehogy aztán adjanak neki egy taslit, aminek köszönhetően kicsit megtántorodna. De most vár, akkor szerintem hamarosan érkezik egy dive. Vazier. Nagyon gondolkozik rajta, de valószínűleg nem akar azért kockáztatni. Főleg úgy, hogy a kúját elnyomta. Igen. Eközben de... az alsó ösvényen tolja tovább a csapata a tornyokat. Megy előre, két vitál leütve. Tokimaki most realizálja, hogy fel kéne menni. Funzi, kihasználja a minionokat, hát ha közelebb tud kerülni Cuhihoz, aki hát tempó előnyben el tud onnan könnyedén ugrani. Igen, és hát ha már tempó előnyről beszélünk azért, a középső ösvényen majdnem 2000 arany, Tokimaki van közben bajban, ki tud csúszni a falon. Funsky. Cuhi. Cuhi az, aki folyamatosan üldözi. Ez viszont kicsit Tokimakinak esik rosszul, hiszen ott hagyta. Funskyra érkezik egyből a börtön. DRX oldalról próbál rájuk menni, Kerry Fishertől pedig érkezik. A végső képessége Funzi, kettő embert besztánnol, ADM beszorul, ADM érkezik rá az Ignite, és Cuhi eltünteti Funsky, kevés élete van, érkezik. Azonban Vaziertől a gyógyítás, miközben Dunder hátulról elnyomja a Trusot Baránst, és két gyilkosságot megint összeszed. A Vox Populi elképesztő, az előbb még Cuhi burstölt, azonban már most menekül az egész Manuel Perma, és a Vox pedig szedi össze a gyilkosságokat. ADM nélkül, de pusholhat előre. A Vox a túloldalon pedig két fontos tank esett ki. Cuhi talán az, aki még egyszer-kétszer be tud ugrani, pókolni, de DRX, aki azt a stílust, amit neki kéne képviselni a midgame-ben, nem, egyáltalán nincsen meg a lehetősége arra, hogy autóatakoljon. Hát egyelőre nem tudja elérni azt a szintet, ugye, ráadásul mindösszesen egy cipője van, meg egy Kayn kard és csáká, tehát még egy tárgyat sem tudott befejezni. Ugye ezzel szemben a Manamun már készen van Ezreal-en, és készül majd hamarosan az Iceborne Gauntlet, itt van a következő sárkány, ugye a pokoli, a boxerre tökéletesen felkészült, Manuel Permának pedig esélye nincsen ebbe közbeszólni semmilyen szinten. Ugye a botlényük fenn van topon, ott próbálnak most legalább egy tornyot elhozni. Tokimaki a red buffot szedi, tehát ezt mondhatni elengedték. És kérdés, hogy be tudják-e tolni egyáltalán a topot, hiszen Vazier már érkezik vissza. És hogyha nagyon rosszra fordulna a helyzet, akkor még a teleportja is elérhető. ADM-nek ugye van végső képessége, tehát megint csak bele tud szólni bármilyen harcba a pályán. Szerintem két fal közé van szorítva jelenleg a Manuel Perma, és nem igazán találják a kijáratot. 8000. Majdnem a két csapat közti különbség. DRX-nek megvan a Berserker Grip. Vazier közben belenéz egy olyan bokorba, ahol két
manuál folyamás játékos is van, Vazier megkapja a végső képességet, Vazier folyamatosan elnyomja a végső képességét, le kéne csapni a vitált, utolsó pillanatban nem sikerült neki. Érkezett már a trúsat Barázs, és érkezik oda Dander is. Dander próbálja leüldözni ellenfeleket. És itt most nagyon hibázott egyébként Vazier, mert elérhető volt a riposztja, és igazából levéthette volna a Szecsuáni ultit, de valamiért ezt nem tette meg, és ez végül az életébe kerül, de úgy gondolom, hogy ez a hiba annyira nem fogja befolyásolni ezt a mérkőzést. Továbbra is náluk van a gyeplő, a Manuel Permának pedig megint csak valami csodára lenne szüksége ahhoz, hogy visszatérjenek ebbe a mérkőzésbe, és mindeközben még a hírnököt is elhozza Full Sky. 16. perc. Átlépünk a 17-be. Ugye általában a 19 és 22. perc között szokta benyomni ezt a stratégiáját a Vox, hogy hoppá, Full Sky közben talál egy ellenfelet, méghozzá Sanyát, ott van mellette DRX is, érkezik Kartusztól a végső képesség. Full Sky már egyből ráfordul DRX-re, akinek komolyabb életvesztése van. Ugrik, érkezik a Kovácsis rendű hack, Harry Fishertől feldob egy embert, hiszen Full Sky próbál menekülni bendőjében Kuglovnak, Kuglov. Segít Funszkálynak, érkezik a csalállítás, Carrie Fisher, Trusot Barázs mellé megy, Funszkály ugrik előre, és végül aztán LeBlanc befejezi a gyilkosságot, de Dander próbálja megölni, és sikerül is neki, Dandernél egy gyilkosság megállítja. Kuglov vendőjéből kiugrik Tokimaki, Dander ugrik, Carrie Fisher pedig 0 HP-val még mindig ott van. Közben ADM megölte ugye Szecsuánit, végül az ő nevéhez csatlakozik a gyilkosság, ugrik előre DRX, Dander pedig végül könyörtelenül, de földre tiporja. Hát ez lett volna a dolga egyébként végig DRX-nek, csak hát nem jutott olyan helyzetbe, hogy ezt megtehesse. Van egy Zillia, van egy pickaxe, van egy BFE, tehát vagy Infinity, vagy Static. Most melyiket válassza? Hát, nehéz kérdés igazából. Ahogy nézem a Daggerbe, valószínűleg a Staticot fogja. Igen, talán ez a valószínűbb. Hogy egy kis támadási sebessége legyen ezen a mérkőzésen. Farma egyébként annyira nem áll rosszul, de ettől függetlenül csak a tornyok miatt 1600 aranyos előnye van jelenleg az Ezreal-nek. Ugye ott van már az Iceborne Guard, tehát egy kicsit tankos is, hogyha azt veszük, főleg a Tristánával szemben ugye plusz páncélnak köszönhetően. A Trúsat Barázs pedig nem lesz elég ahhoz, hogy eredet elvigye. Zubi pedig kap egy kéket, legalább az megvan. Hát a 18. perc sem hozta el a Manuel Perma számára a fordítás lehetőségét. Továbbra is a Vox Populi uralja a pályát, a szeráfölelése már kész a Kartuszon, a Morello is. Hát nincs egyszerű dolguk. Ezreal-nél ráadásul ott van azért még a hírnök szeme is. Megindul között Tokimaki. Igen, Kuglovnak kell kimenekíteni az ADC-jét, miközben Zubi már a másik oldalról próbál flankelni, és sikerül is megszereznie a gyilkosságot, Kuglovot. Kábítják el, és annyira folyamatos CC alá helyezik, hogy nem is tudja elnyomni a páncélját. Ezzel két gyilkosságot összeszed most a Manuel Perma, de ebből még sokkal, de sokkal több kell. Tehát, hogy az ilyen szituációk azok, amik talán át tudják vinni még. Igen, viszont az ilyen későbbi szakadászára, de kérdés az, hogy lesz-e annyira erős az a csapat, hogy egy Jaxet, egy Kartuszt, egy itt fiúrán megállítson. Igen, viszont az ilyen szituációkhoz ugye megfelelő rálátás kellene, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk most jelenleg mennyit lát a pályából a Manuel Perma, hát az nem valami sok. Érkezik közben Full Sky, ott ugrás végül nem vállalja be, Trusot Barázs kimegy mondhatni a semmire, de ADM-ek még bőven tudnak tovább menni, ő igazából nem félti magát, ott van a szeráfölelése és a háttérből. Érkezik Ugló. Ott van Carrie Fisher, Tokimaki, Full Sky ugrik előre. Carrie Fisher kicsit mélyre megy, Vazier pedig oldalra próbál flankelni. Vazier hátul, ott van még mellette DRX, és meg lesz a gyilkosság, és abból pedig lehet resetelni, ott a heal Vaziernél, mehet tovább a Q-jával, és folyamatosan, hát az a Rift Herald még kicsit összezavarodott. De ez meg lesz az újabb inhibitor, megint a 20. percben, Robinak szól a 21-ben, dől majd ez az inhibitor. Vazier közben már csúszik előre. Zuhi próbál menekülni. Nem is, a 20-ban elesett az inhibitor. Ezzel pedig lehet fordulni megint a baronnal sorra, de megint nyitva van a bázis, megint mehet előre a box. Elvihetik a baronnal sort is, és befejezhetik a gémet. Igen.
Igazából nem is tudom, hogy mennyire van szükségük erre a baronna sorra. Nyilván segít, nem arról van szó, de ekkora előny mellett, több mint 11 ezer aranyos előny mellett baronna sor ide vagy oda, így is úgy is dominálni fogják ezt a mérkőzést. Tökimakinak pedig esélye nincs érkezni erre a baronna sorra. Kugló, Flash-el érkezik a Kovács istendűhe. Egy embert kap el. Na nézzük, mi lesz ebből. Carrie Fisher oldalról. 5 az 5 elleni teamfight. Nagyon rég volt már ilyen. És most sem lesz. És most sem lesz. Úgyhogy egymásnak feszüljön mind a gárda 5-5 fővel, hát nem is tudom mikor volt. Az volt, hogy így szeparáltan. De az, hogy így egymással mind az 10 ember, az hát mondjuk ezt az 5-5 harcot szerintem a Manuel Perma sem szívesen vállalna egy ilyen helyzetben. Nem biztos, hogy sokat segítene, és... 13 ezer a gold különbség. Érdekes módon egyébként DRX végül nem a statikot választotta, hanem inkább a Rapid Fire-t. Ami abból a szempontból jó, hogy messzebb tud lőni, viszont a Wavefleet nem segíti elő. Carrie Fisher megkapja Funskyt és Kuglófot ajándékba. Carrie Fisher viszlát, Vazier közben üldözi Cuhit, próbál rámenni. Cuhit gyönyörűen használja a lehetőségeit arra, hogy visszaugorjon, és érkezik egy végső képesség. Fél életre leviszi Tokimakit, érkezik hátulról azonban Funsky, és Vazierrel közösen közrefogják Tokimakit és Cuhit. Ezzel valószínűleg még egy inhibitor tornyot, vagy akár a végét is befejezhetik. Három ember halott, 8 másodperc Carrie Fisherig, 2 ember DRX, és Sanya az, aki védhet. Egy Nexus torony ledől, Funsky ugrik előre, próbálja stunnolni, Sanyának van kevés élete, Dander próbálja lekötni, Sanya is meghal, Vazier van fél életen, Carrie Fisher közben élve, hátul van DRX, meghal, Kuglov megpróbálja kiúzni Carrie Fishert, végül aztán az életével fizet, de Carrie Fisher táncol, és pörög folyamatosan a Nexusnak az élete. Carrie Fishert is megöli végül Funsky, kijön még a Phantomből, Tokimaki is meghal, és ezzel vége, hölgyeim és uraim, a Mondokon 2018 tavaszának bajnoka nem más, mint a Vox Populi! Mi is nagyon gratulálunk!